előjelek jók. Az elmúlt két meccsen azt a csapatot láttam a pályán, amit szeretnék, mind motiváltságban, mind koncentráltságban. Hát sok idő nem volt felkészülni. Tegnap volt egy edzésünk, tehát kedden egy pihenéssel töltöttük, tegnap edzéssel, ma pedig itt vagyunk és szeretnénk győzni. A legutóbb a Nyírt Gyulajtól kikapó Kistarcsa jól kezdte az Újpest elleni mérkőzését, hiszen már a harmadik percben vezettek a fekete-fehérek Barabás Ádám találatával. A másodosztály legutóbbi aranycipőse, így az élvonalban is megkezdte a gólgyártást. Kicsit hektikus meccs volt, főleg az első fél időben azt gondolom, hogy játszhattunk volna kicsit jobban is. Ugye gyorsan megszerezte a Kistarcsa a vezetést, onnan én azt gondolom nem ijedtünk, meg nem törtünk össze, szépen lassan a Kistarcsa felé kerekedtünk. Komoly iram volt ezen a mérkőzésen, tehát nem lehetett azt érezni, hogy ez egy alsóházi kieséses rangadó. Nyilván mi vagyunk a tabella végén, az Újpest egy picit följebb tanyázik, de mindenkinek van félni valója egyelőre. A lilák Horvát Benedek góljával ugyan hamar egyenlítettek, ám a következő találatra a 17. percig kellett várni. Ekkor a bajnokságban harmadszor eredményes, Harnis Ákos alakította 2-1-re az eredményt, sőt még az első félidő utolsó pillanataiban is volt oka a boldogságra a házigazdának, Lucas Moreirának hála. Partiba voltunk az Újpesttel, azt mondom, hogy még 2-1-nél is nagy sanszunk volt, 3 másodperccel a félidő vége előtt kaptunk egy szerencsétlen gólt, ezzel azért merőben nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Az első fordulóban 2-1-re nyertek a 4. kerületiek a Kistarcsa ellen, ezúttal viszont komolyabb lett a különbség a két csapat között, hiszen a 30. percben Horváth duplájával már 3 góllal lépett el a pályaválasztó. Jobbat vártam, bár ahonnan indultunk, 2-3 meccsel korábban, ahhoz képest aláírtam volna a győzelmet a mérkőzés előtt is, de azt szeretném, hogyha ennél tisztább, ennél szebb futszált játszanánk, ennél tudatosabb dolgokat csinálnánk. A Nyírt Gyulaj után az Újpest is 5-1-re győzte le az újoncot, hiszen a 34. percben Szegi Szabolcs is megvillant. Eddig még biztos nem rúgtam ekkora gólt, és valószínűleg már nem is fogok. Ez egy nagyon ritka pillanat, mikor így sikerül eltalálni, technikailag is nehéz, és nekem sem az az erősségem, hogy én vagyok a gólfelelős általában, úgyhogy nagyon jó érzés volt egy ilyen góllal, ráadásul csapatkapitányként hozzájárulni a győzelemhez. A legközelebb Berettyóújfaluban vendégeskedő lilák az elmúlt 3 mérkőzésükön 7 pontot gyűjtöttek. A Kistarcsa a következő fordulóban a Kecskemétet fogadja.